Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Balogh Mariannát, Kumadaras polgármesterét. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket és a rádióhallgatókat. Ahogyan már említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a kormány számos intézkedést vezetett be, hozott. A kumadarasi lakosok hogyan fogadták mindezeket? Természetesen Kumadaras nagyközség önkormányzata is a kormány által elrendelt intézkedések megvalósítását maximálisan elősegíti. Mi elsősorban, legelőször az egészségügyi alapellátásba önkormányzati költségvetésből biztosítottunk fertőtlenítőszereket, szájmaszkokat, gumikesztyűket. A helyi civil szervezetek megkerestek bennünket, aminek nagyon örültünk, illetve óvodai alkalmazottak, református szociális szolgáltató központ dolgozói, magánszemélyek hozzáláttak, és mosható, fertőtleníthető maszkokat készítenek a lakosság minél szélesebb körének ellátása érdekében. Önkormányzatunk első körben a közintézményekben dolgozóknak, majd pedig a veszélyeztetett korosztálynak, aztán pedig a lakosság részére fogunk juttatni ezekből a szájmaszkokból. Elindult a digitális oktatás. Milyen a visszajelzés a pedagógusok, szülők részéről? A mi két iskolánkban is igen, természetesen áttértek a digitális tanrendre. Én úgy tudom, mindkét iskolának az igazgatójától, hogy ez zökkenőmentes volt, egy gyermek felügyeletét sem kérték a szülők. A négy tagovodánkból nálunk a központi óvodában van ügyelet, ahol jelenleg négy kisgyermeknek az ellátása történik. Az óvónénik pedig online küldik a foglalkozási anyagokat a gyermekeknek. Az óvónők távmunkában adminisztratív feladatokat látnak el jelenleg, illetve munkaközösségi feladatokat végeznek. A közétkeztetés hogyan valósul meg a településükön? A közétkeztetés, a gyermekek napközbeni étkeztetése az nálunk a diákélelmezési konyhán keresztül valósul meg. Jelenleg 260 gyermek étkeztetését igényelték a szülők, illetve természetesen mi is kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett korosztályra. Minden 65 év feletti kunmadarasi lakost levélben megkerestünk, igény szerint biztosítjuk részükre a napi egyszeri melegételt kiszállítással, mai nappal 60 fő ellátása történik ebben a formában. Természetesen segítséget nyújtunk részükre a gyógyszereik kiváltásában is, illetve 5 helyi kereskedő bevonásával megszervezésre került a 65 év feletti lakosságnak a bevásárlásban történő segítségnyújtás is. Ami úgy történik nálunk, hogy az idős lakos felveszi a kapcsolatot telefonon a kereskedővel megadott napon, leadja azoknak a termékeknek a listáját, amit szeretne vásárolni, és másnap ezeket a termékeket kiszállítja a kereskedő a részükre. Itt szeretném is megköszönni ezeknek a helyi vállalkozásoknak, kereskedőknek a nagyon pozitív hozzáállásukat, támogatásukat, hiszen így ők nagyon nagy segítséget nyújtanak ezzel az időskorú lakosságnak. Ilyenkor veszélyhelyzetben kiemelten fontos, hogy a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral és a megyei közgyűlés elnökével, Hubai Imrével is folyamatos legyen a kapcsolattartás. Mit lehet erről elmondani? Természetesen napi kapcsolatban állok én is országgyűlési képviselő úrral, illetve Hubai Imre úrral. Határidőben mi is minden adatszolgáltatási kötelezettségünknek természetesen eleget teszünk. Ugye az elmúlt napokban a kijárási korlátozással kapcsolatban mondva 65 éves korú emberek, idősek adott időpontban látogatják a boltokat, azon kor betöltötteket pedig ugye nyilván más időpontban. Mennyire fegyelmezettek e tekintetben a lakók, mik a visszajelzések?
Természetesen érzékelhető a településen az elrendelt intézkedések hatása. Egyre kevesebben mozdulnak ki az otthonukból. Én, amit személyesen tapasztalok, a délutánok azok már jó csendesek a településen, és továbbiakban is arra kérem azonban kunmadaras lakosságát, hogy tartsák be az előírásokat, ami mindannyiunk közös érdeke, és nyomatékosan kérem továbbra is a 70. életévüket betöltötteket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, amennyiben azonban, ha nincs olyan hozzátartozójuk, szomszédjuk, aki gondoskodna az ellátásukról, akkor a már kiküldött levelemben foglalt telefonszámokon keressék a kollégáinkat, és természetesen mindenkiről fogunk gondoskodni. Polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm szépen, viszont hallásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!